Sziasztok! Mai napon egy újabb Airsoft fegyvert csomagolok ki nektek. Megmutassam, mit tartalmaz a doboz és néhány jellemzőt a pisztolyról. Ezúttal a Heckler & Koch USP 45-ösét fogom kicsomagolni, amit a Zumarex licenszelt és dobott piacra. Nézzük! Nos, mint mondtam, ez a pisztoly az Umarex-től van. A gyártási helyen nagy valószínűséggel Tájvan, viszont az Umarex jó voltából mindenféle eredeti jelölést megtalálunk a pisztolyon, legalábbis nagyon hasonlít az eredetire. Ez egy széndioxid patronos gáz non-blowback-es pisztoly, ami azt jelenti, hogy a szán nem siklik hátra, amikor lövünk vele. Az ára az nagyjából 60 euró körül van, a szán az fémből van, a test pedig műanyagból, természetesen a belső cső is fém rajta, és néhány kezelőszer van, még fémből készült. Ezt a játékszert egy igényes csomagolásban kapjuk, és eredeti licenszjogokkal rendelkező termék esetén már számít a megjelenés is. Ezért ezt a fegyvert egy színes, fényes kartondobozban kapjuk, amin sok ráfestett információ van, ezáltal sok adatot megtudhatunk a fegyverről, magáról, mint például azt, hogy széndioxid, azaz 12 g-os széndioxid patronnal működik, nagyjából 1,3 joule ereje van, és double action a működési elve, azaz a ravaszt lehúzva már lőhetünk is a fegyverrel. Itt lenne még több infót kapunk ezen a hármon kívül, tehát egy fém belső csővel van, fél automata, tehát nem kell felhúznunk minden lőés előtt, lévén, hogy széndioxiddal működik. Van benne hop-up, ami ugye azt segíti elő, hogy minél messzebbre és minél pontosabban repüljön a golyó. Aztán van egy elég nehéz tárunk, ezt nem tudom miért ilyen nagy dolog, hogy külön ráírták a dobozra. A tár amúgy 16 BB-t fogad be, és persze 6 mm-es elszóló golyókról beszélünk, és autentik replika, szóval az eredeti fegyverrel megegyező kinézete van. Megmutatom a doboznak többi oldalát is, hát az érdekel valakit. Itt néhány safety, azaz ilyen biztonsági útmutató és leírás van, hogy ne lőjünk állatokra, emberekre, stb. Aztán fegyvernek a részeit mutatja meg ez a kép. Tehát van először is a slide, maga a szám, utána van egy biztonsági kapcsolónk, tár és a tárkioldó, az elsütő billentyű és a kakas, ez nem került rá erre a leírásra. Tehát itt láthatjuk, tehát Umarex, nem nagyon látszik a ráragasztott matricától, ez egy Umarex termék. Kapunk egy használati útmutatót, ez több nyelvű. Ez igazából angol, német, francia és spanyol nyelvű, de az angolt szerintem bárki megérti, mert nagyon egyszerűen van elmagyarázva minden rajta. Itt azt is megmutatja, hogy hogy kell becélozni, hogy kell használni, hogy kell betölteni a kapszulát a tárba, stb. És ha már itt tartunk, akkor kapunk egy imbusz kulcsot is a fegyverhez, ami akkor lesz hasznunkra, amikor be akarjuk szerelni a széndioxid kapszulát.
mivel ezt csak ezzel az egy imbusszal tudjuk beszerelni. Ez nem egy szabványos metrikus imbusz, ez egy 1/4 incses imbusz, tehát ilyet boltban nem valószínű, hogy könnyen kaphatunk, úgyhogy ne veszítsük el. A következő kis dobozkában pedig néhány BB-t kapunk, ezek 0-20-as 6 mm-es műanyag BB. Valószínűleg ez jó minőségű BB, hisz a Zumarex ugyancsak a H&K, azaz Heckler & Koch neve alatt Airsoft BB-ket is gyárt már, azok is jó minőségűek, tehát valószínűleg ezzel sem lesz probléma, ezt bátran beletehetjük majd a fegyverbe, így néznek ki. Továbbá megkapjuk magát a tárat is, ami valóban tényleg nagyon nehéz. Rá van írva, hogy 6 mm-es kaliberű, tehát 6 mm-es golyókat tudunk beletenni. A golyókat úgy tudjuk belehelyezni, hogy hátrahúzzuk ezt a kis rugóvezetőt, ami a BB-ket nyomja fel, és itt felülről beadagoljuk, vagy ha van gyors töltünk, akkor azzal is lehet. Aztán jön maga a fegyver. A fegyverbe tárat behelyezve érezzük, hogy ez egy elég nehéz, pontosan 995 g-os airsoft pisztoly, ami ahhoz képest, hogy műanyag testtel rendelkezik, csak úgy, mint az eredeti, ez azért elég súlyos darab. Ez a súly megéri, ez a többlet súly, mivel egy biztosabb fogást ad a fegyvernek, és a súlya megbízhatóság jele. Tehát nagy valószínűséggel jó anyagokból, jó minőségű anyagokból van megépítve. A pisztolyon található nyílt irányzékon kívül, ami fehér pöttyökkel van felfestve, hogy könnyebb és gyorsabb célzást tegyen lehetővé. Ezen kívül lehetőségünk van lézert felszerelni a pisztolyra, vagy taktikai lámpát, amit a cső alján található szereléksínre tudunk felszerelni. A pisztoly bal oldalán hátul pedig megtalálhatjuk a biztonsági kapcsolót, ami ebben a pozícióban egy S betűre mutat, így pedig az F-re, tehát az S a safe, tehát a bebiztosított, az F pedig a fire, tehát kibiztosított, így már vigyázunk a pisztolyra, mert ravasz vagy elsütő billentyű meghúzása után már is kilövi az első BB-t, mivel ez nem szán hátrasiklásos, nem szükséges felhúzni a lövés előtt. Ez a kapcsoló a két állás között pontosan és egy határozott kattanással jelzi az éppen kiválasztott beállítást. Az elsütő billentyű ugyancsak fémből van, mint ahogy a tár és a szán is. Ez egy tartós részének ígérkezik a fegyvernek, tehát nem fog eltörni egy hamar. Tehát nézzük is, hogy milyen az, mikor meghúzzuk a ravaszt, az elsütő billentyűt, tehát átkapcsoljuk a fire módba, tehát kibiztosított állapotba, és meghúzzuk a ravaszt. És ahogy azt mondtam, ez double action, tehát ahogy húzzuk hátra az elsütő billentyűt, ezért a kakas is hátra mozdul, és ahogy teljesen behúztuk, visszakattan, így megüti a táron levő kis szelepnek a gombját, ami egy széndioxid fröccsöt bocsát ki magából, bele a csőbe, ahol a golyó helyezkedik el előtte, és így már a golyót ki is lőtte. Tehát nem egy bonyolult szerkezet, nincs szánhátrasiklás, emiatt valószínűleg elég sok lövést ki fog bírni, mielőtt meghibásodik. Beszéljünk néhány szót még a jelölésekről a fegyveren, hogy milyen jelölések vannak rajta. Tehát amit mondtam, ez eredeti licensz joggal rendelkező pisztoly, tehát megtaláljuk rajta a belemart, a szánba belemart Heckler & Koch logót, tehát, és az USP jelölést, ami ez konkrétan ez a fegyvernek a neve. Itt viszont már találunk egy kifejezetten airsoftra utaló jelet, tehát egy 6 mm-es kaliberű BB-kkel funkcionál, tehát
ezt nem tudjuk közelről, már nem összetéveszthető egy eredeti lőfegyverrel. A másik oldalon a belső csőnél, a hüvelykivetőnél láthatjuk megint a logót, ami nagyon jó. Aztán megint fehér festékkel ráírták, hogy eredeti licenszjoggal rendelkezik a fegyver a Heckler & Kochtól, de még egy Made in Taiwan felirat is díszeleg rajta, ami szerintem nem a túl esztétikus. A markolat alján pedig újból csak a logót és az pisztolynak a modellnek a jelölését találhatjuk. Nagyjából ennyi más feliratot, írás nem találunk. Még van egy serial number, azaz sorozatszám, amiben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez egyedi sorozatszám lenne. Lehetséges, hogy úgy minden pisztoly ugyanezt kapja. A pisztolynak az ereje az 1,3 joule, mint mondtam, tehát ez nagyjából 380 fps, ami elég sok. Tehát én nem, személy szerint ezt nem ajánlanám airsoft játékra, mivel ahhoz túl nagy a csőtorkolat energiája, főleg, hogy az elsütő billentyű útja elég hosszú, ami a pontoság rovására mehet, tehát célozni sem egyszerű vele. A sorozatban leadott több lövés alkalmával, tehát kifejezetten pontatlan tud lenni. Célba lövöldözni ugyanezen hátrány miatt megint nem a legalkalmasabb, persze a játékszervezők által megszabott limiten belül vagyunk, akkor nyugodtan tehetünk egy próbát vele játékokon is, mivel a felhasznált anyagok minősége garancia lehet arra, hogy nem hibásodik meg a második kilőtt BB után. Néhány előnye, ami van a pisztolynak, azok a mindenek előtt az eredeti jelölések, a Heckler & Koch licensz alapján a fém szán, igényes megjelenés, és a legfontosabb kezelőszervek, tehát úgy, mint az elsütő billentyű, a biztosítókar és a tárkioldó, ami amúgy kétkezes, tehát jobb és bal oldalról is ki tudjuk nyitni, ki tudjuk venni a tárat. Na most ezek nagyon jól működnek, relatív alacsony az ára, és ami még fontos lehet, egy szindioxid kapszulával akár 10 tárat is kilőhetünk, tehát nagyjából 150 golyó kilövésére alkalmas egyetlen kapszula, ami igazán gazdaságos működést jelent. Természetesen az ára is egy pozitív dolog, tehát ezért a 60 euróért egy ilyen jól kinéző és igényes anyagokból elkészített fegyver, ez igazán ritka a piacon. Cserébe viszont nincs szánhátrasiklás, ez már a hátrányok közé tartozik. Mivel nincs szánhátrasiklásunk, ezért nem adja vissza ugyanazt az élményt, mint egy gázglóbekes pisztoly. Ezen kívül több hátrány nem is tudnék felsorolni, mivel személy szerint ez nekem nagyon bejön ez a pisztoly, nagyon tetszik, főleg ezért az árért. És ebben az árban ugye már találhatunk például Velmárkájú 1911-eseket, amik ugyancsak szén-dioxid patronnal működnek, ami teljesen fém testtel büszkélkednek, és természetesen szálhátra siklásosak is, viszont ott viszont nem kapjuk meg ezt az anyagi minőséget. Volt már Veltől pisztolyom, ilyen 1911-es elnézést. Pisztoly viszont az már az első kapszula után bemondta az unalmast, mivel belső alkatrészek közül néhány eltört. Hát arról nem is szeretnék többet mondani. Én mindenképp ebben az árkategóriában ennél a pisztolynál jobbat nem igazán találtam még egyelőre a piacon. Airsoft játékosoknak csak abban az esetben ajánlom, hogyha hajlandó a kompromisszumot kötni, így lemondani a gázblowback élményről és jó kezelhetőségről, az eredeti jelölések és a tartalékos széndioxid felhasználásért cserében. Ugyanúgy gyűjtemény részeként falra téve teljesen megállja a helyét, ha csak arra ügyeljünk, hogy mindenféle figyelmeztetéssel ellátott oldalt fordítsuk kifelé, tehát ezt a Made in Taiwan, meg hogy a Heckler & Koch licenszjog, tehát ezt inkább így nem mutassuk a barátainknak, vagy akárkinek
akarunk dicsekedni az Airsoft gyűjteményünkkel. Hát szerintem ez így, így ez az oldala, ami maradjunk kifelé. Örülök, hogy végignéztétek a videót, remélem tetszett, hogyha valamilyen kérdésetek, észrevételetek van a videóval kapcsolatban, azt nyugodtan megtehetitek kommentben, amint idő engedi, válaszolok rá. Legközelebb új videóval jelentkezem, addig is sziasztok!